Sziasztok, itt Uri és Máté, és a mai videóban a tegnapihoz hasonlóan ma a pilóták évvégi rangsorát próbálom betippelni. Erre adok a legkisebb esélyt, hogy jól fogom találni. Nézzük, hogy hogyan tippeltem. Megint tegnaphoz hasonlóan a 20-ra az első helyig megyünk. Ez is évvégén ugyanúgy értékelve lesz. Nézzük. 20. helyre Logan Sargentet választottam. Hát... A Williams gyenge lesz, őt nem tudom mennyire lesz jó pilóta, nem tűnik nagy tehetségnek, nem lesz annyira gyenge a már csapat a Williamshez képest, hogy olyan túl sok esély legyen, szóval a 20. helyen lesz valószínűleg. Fontos azt, hogy ez nem számolok itt olyanokkal, hogy beugró pilóta, tehát ha évközben beugrik, nem tudom, Rosberg visszatér, hogy Vettel, akkor értelemszerűen nem számolunk, de ugye kiderült már manapságra, hogy Drugovich nem lesz ott az első versenyen, papíron. 19. helyzet Alex Albon lesz szerintem, hát ehhez se kell túl sok mindent hozzáfűzni, lesz egy pár kiugró eredménye, valószínűleg szerez pár pontot, ami pont elég lesz a 19. helyre. A 18. helyre Yuki Tsunodát rakom, ugye az AlphaTauri ugye az elég gyenge lesz, szóval nem várok sokat Tsunodától sem, ahogy eddig is esett kelt, valószínűleg az idén se lesz nagyon másképp. Hát lehet meglepő lehet, de én De Vriestől nem várok olyan sokat, oké, hogy F2-es bajnok, Formula bajnok, mindenhol lassan bajnok, még F1-ben szinte alig versenyzett. Valószínűleg a saját csapattársat megveri, de az AlphaTauri annyira gyenge lesz, hogy nagyjából ez az össz siker. Ennyit várok el De Vriestől, mást nem igazán. 16. Nico Hülkenberget választottam, hát Haas-szal évvégére nagyon pocsékú vissza fog esni. Valószínűleg lesz itt az évén egy-két jó futama, valószínűleg ilyen. Hát ilyen 4-5 top 10-es helyezés biztos be fog tudni gyűjteni, utána abból a pontokból fog élni, mivel a ház az tökéletesen fejleszt, ezt tudjuk. Ja, és persze idén a bugóra fog állni, mint eddig minden évben ugyanúgy, tehát igen, ezt is várjuk. Következőnek, 15-nek, ha elszámolom mutkozók, ne szaragudjon senki, csak ide nincs felírva most nekem hirtelen, így fejben kell számolni, de 15. helyre Kevin Magnussen került. Valószínűleg a tapasztalatból kiindulva verni fogja a Hülkenberget, szóval ha pontot szereznek dupla sorrendben, akkor valószínűleg Magnussen Hülkenberg sorrend lesz. Nem tudok Magnussen se sok mindent fűzni. Itt autó teljesítmény és szerencség kérdés lesz, tehát ha véletlenül Magnussen 3/4. Helyen kezdi a szezont, akkor valószínűleg nem 15-én ugyezelni a világbajnokságot. Következő pilótánk Zsú, mert ugye itt már az Alfa Romeo egy kicsit erősebbnek volt titulálva, hát erősebb, csak nem Zsúval, szóval Norris Piastri bőven jobbak lesznek Zsúnál. Hát tavaly se mutatott olyan nagy teljesítményeket, tehát nagyjából tartott a Bottas szintjét, de hát aki tudja tartani Bottas szintjét, az nem ős tehetség, mert Bottas, hát fényévekre, ha elmegyünk, akkor megtaláljuk, na, nagyjából annyira tartott a Hamilton, szóval igen. Nagyjából ennyit tippelek rá. Hát 13. Piastrit mondanám. Nagyjából egyszer az oka, McLaren nagyon gyenge lesz. Norris itt lesz valószínűleg a fővezér. Nem tudom őszintén, hogy mit várattunk tőle. Láttam egy futamon F3-ban, akkor pont megnyerte, szóval ebből nem lehet kiindulni, meg F2 nagyon vert mindenkit, de hát nem. Tudom, Van Dorn is nagyon vert mindenkit, a Palmereket kellett legyőzni, és ő Palmer is egy ős tehetség volt, de Piastrinek egy kicsit erősebben a felé voltak, meglátjuk, mit hoz az idény. Hát igen, azt nem sokat mondta, hogy maximum Norris is éppen hogy elveri Piastrit, szóval nem is arra számított, hogy Norris majd összetett 8. helyezen lesz. Gyengeinek indul a McLaren, és valószínűleg ez Norrisnak se fog kedvezni.
Na, itt van Gigastrol, aki hát most, hogy tényleg elindul a Bahreini nagydíjon, az más kérdés, tudom, be van jelentve, de ha nem fogja magát úgy érzni az autóban, ahogy kell, akkor valószínűleg azért inkább Drugovich-t szavaznak, bárhogy meglátjuk. 11. helyen lesz, akármennyire lesz elő is az Aston Martin Stroll, nem? Tudom, jó a futamtempó, jó a rajtól, de na, azért Stroll ő egy nagy troll, tehát igen, érdekes év lesz. 10. helyre Bottas raktam, szerintem ha jó lesz az Alfa Romeo, akkor Bottas nagyjából ilyen lepattanó pont szerzéseket tök jó lesz, és hát ők ki, hogy az Alfa Romeo se fog évvégéig kitartani, de mondjuk azt, hogy 6 futammal tovább fog kitartani, mint a Haas. Ha Belgiumban szereznek utoljára pontot a házasok, akkor Bottas még az amerikai nagydíjon is reménykedhet pontokban. Nagyjából ennyi. Hát a 9. helyre Ocon került, nagyjából ide várom az alpinokat. Nem tudok nagyon miket hozzáfűzni, tehát ezek megérzések, tehát most több 26 adattal általánosan, szóval addig az elmúlt 5 futam alapján, stb. Nem, az elmúlt éveiket tudom nézni meg, amiket láttunk a téli teszteken. Hát, nagyjából ide várom az alapján. És akkor most beindul a dislike kombó. Így van, Alonsót csak 8.-nak raktam. El fogják intézni neki, nem kell aggódni, hogy nem túl sok öröme lesz ebben az évben. Jó lehet az autó, de 3 csapat is erősebb, mint az Aston Martin. Papíron legalábbis, szóval lesz hátráltatás bőven. Oké, hogy a Mercedes motor megbízható, de szerintem ettől függetlenül Alonso nagyon meg fogja szenvedni ezt az idényt valamilyen tekintetben. 8. helynél nem hiszem, hogy előre fog végezni. Aztán majd ne legyen igazam, bár én még azt sem hittem el, hogy visszatér. Szóval tök ilyen. Hát itt lehet, hogy némi szívem húzás ott benne. Általában a kedvenc pilótáimat nem az alapján választom el, hogy ki hány szónyja, meg ilyenek, hanem hogy kinek mennyire senyarú sorsa van az F1-ben. Gasly került a 7. helyre. Lehet azért, mert kedvencem amúgy ennyi. Tehát most értelemszerűen, ha valaki szívből gyűlöl az egyik versenyzőt és top autókon ül, akkor is abban reménykedik, hogy ne legyen világbajnok. Ez ilyen. Szimpátia kérdése. Én örülnék, ha a Gasly tényleg best of the rest lenne. Meglátjuk, valószínűleg az Alpine ennél kiegyensúlyozottabb lesz. Tudom, tavaly rengeteg elfüstölt az erőforrásuk, stb. Stb. De hát, aki tudták javítani, nem robbant be Alpine a teszt alatt, szóval bizakodáson okoztani, így valaki bevágja, de, a motor lerobbanva. De nekem nem rémik. Na, ez is szimpátia, Hamilton csak 6. helyre raktam. Ehhez majd ne fűzek semmit, nem a legkedvencebb pilótám Hamilton, mert akkoriban még Massa volt, és pont Massától vette el a világbajnoki címet, szóval ilyen. Hát, na, Hamilton valószínűleg tovább hasonlóan idén is próbálkozni fog. Nem mondom, hogy idén nem győzhet, meg nem szerezhet pole pozíciót, de hát nem lesz az az igazi teljesítmény a Mercedes-től, ami kellett a teljes szezonra. Ezt Russell 5. helye és tippje is jól mutatja, hogy igen, tehát itt nem arra kell gondolni, hogy Hamilton szerez, tudom én, 150 pontot, Russell 270-nel lesz 5., hanem valószínűleg közel lesznek egymáshoz, mint tavaly is. Aztán majd meglátjuk, milyen lesz. 4. helyre lehet meglepetés, de én Sergio Perez-t raktam. Egyszerű az oka, Perez nem a legtökéletesebb versenyző. Kiegyensúlyozott, az tény. Ha bármi gond lesz a Red Bull-lal, még tavaly is úgy, a Red Bull-nak elég nehéz szezonkezdete volt, utáni igazából stabil második helyen kellett volna befutnia. Hát nem jött össze az évvégi második hely, szóval ja, ha közel lesz egy
picit is a Ferrari, ilyen 3-4 tizeden belül, akkor az ilyen közel 3-4 tizedekkel pont a Ferrari-kkal fog küzdeni, ahhoz a pilóta páshoz képest jócskán el fog maradni. Harmadik helyre Carlos Sainz-ettem, hát akkor valószínűleg idén ő nem veri el se Leclerc-et, se Verstappen, hát nagyjából szerintem egy minimum harmadik hely elvárható. Tavaly nem volt az ő éve, de szerintem idén jóval jobban mehet majd. Második helyre így meglepő módon Charles Leclerc került. Hát ehhez most nem tudok mit hozzáfűzni, tényleg mehet őszintén az első helyre Max Verstappen fog így kerülni, mivel konkrétan nem tudok most mit hozzáfűzni. Nagyjából egyértelmű, idén a legnagyobb esélyes Max Verstappen a világbajnoki címre, bárki bármit próbál csinálni. Jó, hát a csak max 5 futamon indul el. Na szóval Max Verstappennek jó esélye vannak az idén világbajnoki címre. Hát ez a tényleg nem tudok mit hozzáfűzni. És akkor itt vannak a végső tippjeim. Ezt évvégén ugyanúgy megnézzük, ahogy a csapatokét is. Mindenesetre tetszett, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok rá egy lájkot. Évvégén majd kivesézzük, hogy milyen lett, holnap már kezdődik a szezon. Jó szurkolást kívánok mindenkinek, sziasztok!